érkezni. A könnyű zenei rendezvények sorát a Pop Majál is nyitotta, a következő koncert pedig június 21-én lesz Kis nyárjai rockzene címmel. Ezen három magyar és három közép-kelet-európai zenekar lép majd fel az Almási téren működő Rémember műhely baráti köréből. Következő lenne 7. hó 6-án az AZK Mini Fesztivál, ahol a magyar technónak az egyik legjobb zenekar, a Neo érkezne. Ezen kívül a környékről a Szakadék, az Instant Voice és az Ultravox lenne. Közben megemlítek egy teljesen más műfajt és egy más közönséget érintőt, már kapik a kellemes véleményeket, de Balázs Pali lemez bemutatójára vár ez a színpad. Először kapjuk ezt a műfajt élő zenekarral, komplett hang- és fénytechnikával. Állunk elébe, hogy néz ez ki élőben, és hogy a sárvári közönségnek milyen affinitása van a szintiszta popzene felé. Ha a rockzenénél maradunk, akkor meg kell említeni, amit egyszer már a tavasszal említettünk, a stúdióba jártunkkor, hogy néhány szervezőtársunkkal együtt augusztus első hétvégén motoros találkozó lesz. Sok program mellett három élvonalbeli magyar zenekar, a Bikini, a Lord és a P-Mobil játszik két éjszaka itt. Megemlítem, a baráti kapcsolatunk révén ismét jön a Lárpullár Társulat, július közepére várjuk. Július 22-e és 29-e között a 6. elektroakusztikai zenei találkozóra kerül sor, míg augusztus elején ismét megrendezik a kétnapos hardcore, underground és punk fesztivált.